Péntektől vasárnap késő estig pattogott a labda a Zrínyi Tiszavasvárüti csarnokában, a 7. tiszántúli takarékkupa kispályás labdarúgó tornán. A rendezvényen 32 csapat mért össze tudását Szabolcs, Hajdú és Borsod megye a 10 településének képviseletében. A 200 ezer forint összdíjazású tornán sok izgalmas meccset láthatott a szépszámú közönség, az egyenes kieséses szakaszban 5 mérkőzés is döntetlent követő 7 méteres rúgások után dőlt el. Óriási színvonalbeli emelkedés mutatkozott a 7. alkalommal megrendezésre került tiszántúli takarékkupa országos teremlabdarúgó tornán. Fantasztikus mérkőzéseket láthattak 3 napon keresztül, és azt kell, hogy mondjam, hogy példanélküli teltház előtt zajlott mind a 3 nap a zajlottak a csoportmérkőzések, és hát természetesen a döntő is óriási ováció közepette volt. Itt látszik az, hogy milyen színvonalas nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokságunk van, hiszen a legjobb 8 közé 5 csapat is bekerült a Decathlon Konyhaművel Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás bajnokságból. Apró sérülések voltak a bajnokságban, de semmilyen komolyabb atrocitás nem történt. Én gratulálok a csapatoknak is, és köszönöm a támogatóknak is, hogy mellé álltak, emellé a rendezvény mellé. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Igazi parkettművészeket láthattak, akik kilátogattak. A tornát végül a Real Tate csapata nyerte az Autonet FC és a nyírségi ragadozók előtt. A gólkirályi címet a Real Tate csapatában szereplő Kovács Róbert szerezte meg, a legjobb játékosnak, az Offside Sportcafét erősítő Fabu Mártont, a legjobb kapusnak pedig az Autonet FC hálóvérét Gazsi Tamást választották meg a szakemberek.